Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Marian, a PDS-től, a Pedagógus a Demokratikus Szervezetétől. Kezdi Csokolom, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ön ennek a szervezetnek most az elnöke? Nem, messze nem vagyok az elnöke, tagja vagyok a szervezetnek. Értem. Ön most az iskolában van már, korábban egy kereskedelmi televízióban volt, utána útközben volt. Mi történik önöknél a tanítással? Hát a tanítás az egyelőre zajlik ugyanúgy, mint eddig. Nem tudjuk meddig, információink nincsenek. Egyelőre azt mondta a miniszterelnök úr, hogy az általános iskolák továbbra is működnek, ennek mi nagyon nem örülünk, mert azért ez fertőzési gócpont az iskola. Hogy meddig tart a tanítás, azt nem tudom. Mik az elképzeléseik? Miről szeretnének tárgyalni, akár a miniszterelnökkel, akár valamilyen más vezetővel? Mit szeretnének önök? Mindenképpen szeretnénk, ha bezárnák az iskolákat, óvodákat, bölcsödéket. Mindenképpen szeretnénk, hogyha ezeket az intézményeket legalább 2 hétre, amíg végig volt az összes diákot, besuknák, ugyanis abszolút nonsens az, hogy itt olyan gyerekek is bent vannak az épületben, ahol mondjuk a szülő pozitív, de a gyerek bejöhet az iskolába, mert úgy vélik, hogy nem közvetlen kontakt, illetve hát a pedagógusok is egyre inkább fogynak, tehát egyre több pedagógusnál is előjön a betegség. Mit tesznek a szent cél érdekében a pedagógusok, a PDS? Hát mi próbálunk egyeztetni folyamatosan Maruzsa Zoltánnal is, illetve hát mindazokkal, akik egyáltalán szóba állnak velünk, illetve hát a szülők figyelmét hívtuk föl arra, hogy aki csak teheti, tartsa otthon a gyermekét, mert nem biztonságosak az intézmények. Ki fog erre igazolást adni a gyerekek távollétére? Hát igazából ezt egyeztetni kell a szülőnek az igazgatókkal, az adott intézmények igazgatóival, ők adhatnak igazolást, tehát felmentik a gyermeket az iskolába járás kötelezettséggel alól. Természetesen, hogyha a felső tagozatosok digitális oktatásra állnak át, akkor ugye ott sem jelenik meg hiányzásként a dolog, hiszen onnantól kezdve nekik tanítás van, csak nem bent az iskola épületében. Tudom, hogy nagyon sok szülőnél fölmerült a kérdés, hogy a 250 órát, ha eléri a gyerek, akkor köteles ismételni, vagy vizsgázni. Ez sem így igaz, tehát pontosan el kell olvasni a törvényt, amit leírja a 20/2012-es EMI rendelet 51. paragrafusa, hogy amennyiben a gyereknek osztályzatai vannak, vagy digitális anyagokat ad be, és azt lehet osztályozni, értékelni, akkor a gyerek nem kell, hogy megbukjon, vagy vizsgázzon tanév végén. Illetve hát azzal, hogy bevezetjük a digitális oktatást, az már eleve azt adja a lehetőséget, hogy ne kerüljön ilyesmire sor. Napjainkban van elég helyettesítő tanár, ha valaki megbetegszik? Nincs. Nálunk még nem sokkal hiányzó, tehát 4-5 emberről van szó, de a 4-5 embert is nehezen tudjuk helyettesíteni. Van, hogy csak pedagógiai asszisztensek tudnak bemenni az órákra esetleg ügyelni, a gyerekek felügyeletét ellátni, természetesen ők tanórát nem fognak tudni tartani. Na de az iskola az nem egy csomag tehát megőrző. Igazából így is lesznek elmaradások a tanításban. Értem. Azt mondtam, erészeltem mondani, hogy az iskola az nem egy csomag. Még egyszer a kérdést. Azt állapítottam meg, hogy az iskola az nem egy csomag megőrző, tehát oda azért mennek a gyerekek, hogy tanuljanak. Hát azért jönnek, hogy tanuljanak, de abban az esetben, amikor már nem tudjuk helyettesíteni szakemberekkel a kieső kollégákat, akkor már nem tudunk tanítást biztosítani.
Tehát gyakorlatilag akkor előbb-utóbb be fog következni az, hogy lesznek olyan tanórák, ahol csak felügyeletet tudunk biztosítani a gyerekek számára, tovább haladást a tananyagban nem. Értem, és a pedagógus demokratikus szakszervezete mit tesz azért, hogy ezeket az eredményeket, amiről ön beszél, elérjék? Hát azon kívül, hogy mi javaslatokat teszünk, illetve nyílt leveleket írunk, illetve leülünk azokkal a partnerekkel a kormány részéről, akik hajlandóak velünk tárgyalni, ennél többet igazából a pedagógus szakszervezet nem fog tudni tenni. Tehát van remény, hogy ezeknek a tárgyalásoknak eredménye is lesz? Tehát akkor ezeknek a tárgyalásoknak hozhatnak olyan eredményt, ami megoldja a problémát? Vagy csak leülnek és vizet darálnak? Hát mi abban reménykedünk, hogy hoznak majd olyan eredményt. Hiszen a középiskolák és a felsőoktatás bezárását is javasoltuk már sokkal korábban, hetekkel ezelőtt, és mostanra jutottunk el odáig, hogy eljutott valahova a hangunk, és csak megértették, hogy ez semmilyen gazdasági hátránnyal nem jár az ország számára, hiszen a középiskolás és felsőoktatásban tanuló diákokkal már nem ülnek otthon a szülők. Ugyanakkor viszont megelőzhető a fertőzés terjedése. Ami nagyon fontos. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, és hogyha bármi előre haladás van, akkor tájékoztasson minket. És gondolom, hogy most megy vissza, és folytatja a tanítást. Itt van. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, és mielőbb visszavárjuk. Viszontlátásra. Előzetesek, és jövünk vissza. Az elmúlt percekben a PDS képviselőjét látták és hallották, Céldi Mariant.